Itt van velem Girsik Áron, a Dorogi FC támadója. Szia Áron, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ez volt Zsinórban a negyedik mérkőzésetek, hogy pontot szereztetek. Milyen célokkal léptetek ma a pályára? Mindenképpen a győzelmet szerettük volna elérni, de ez X-nek sikerült, és meg vagyunk elégedve, minden pont számít, úgyhogy meg vagyunk elégedve. Mennyire nehezíti meg a dolgotokat, hogy nem hazai környezetben játszottátok ezt a mérkőzést? Hát így szurkolok még, igazából annyira nem volt zavaró, érzem, hogy alkalmazkodtunk a pályához, és egy jó mérkőzést játszottunk. Említetted, hogy szurkolók nélkül csak a pályához kellett alkalmazkodnotok. Személy szerint mennyire hiányzik neked a szurkolóknak a támogatása, valamint az atmoszféra, amit teremteni tudnak? Mindenképpen hiányzik, nagyon jó atmoszférát tudnak teremteni a szurkolóink. Reméljük, hogy minden hamarabb vége lesz ennek a vírushelyzetnek, és együtt tudunk majd örülni a győzelmeinknek. Üzensz valamit a szurkolóknak? Vigyázzanak magukra, és minden hamarabb várjuk vissza őket a stadionba. Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok az egy ponthoz.